Rafinált szobrok, formabontó alkotások hívják játékra a Nyíregyházi Városi Galériába látogatókat. Az alkotó Kepenyes Pál, Kossuth Díjas szobrász és ötvös művész külföldön, Mexikóban telepedett le és lett világhírű. Madonna, Arnold Schwarzenegger és Jacqueline Kennedy is rajongó vevői voltak. Munkái mind fantasztikus légiességről, szabadságérzetről, az élet és az éltető nap szeretetéről mesélnek. De ezek mögött, az alkotások mögött nagyon komoly művészi érték és nagyon komoly tartalom van, és nagyon komoly újítási szellem, egy nagyon komoly innovatív lélekkel találkozhatunk itt, hogyha megnézzük ezeket az alkotásokat, megnézzük ezeket a szobrokat. Egy teljesen új látásmód behozása a művész világba, ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, főleg a mai világban, amikor elmondhatjuk, hogy szinte már mindent föltaláltak, szinte már mindent kitaláltak. És akkor egyszer csak megjelenik valaki a napfény országából, Mexikóból, Acapulcóból, aki ráadásul magyar származású, mert kondorosan született, csak a sors vihara odáig fújta el, és meghódítja a világot. Az Acapulcóban letelepedett szobrász a művészeti élet meghatározó személyiségévé vált. Kiérdemelte a mexikói becsületrendet, továbbá beválasztották a 200 legismertebb mexikói személy közé is. Magyarországról disszidált művészről van szó, aki az élete nagy részét külföldön töltötte, és külföldön alkotott, és ugye élete végén tudott csak Magyarországra hazaérni. De amit teremtett, az nyilvánvalóan magyar kincs is, de ennek megfelelően nemzeti kincs is, és az, hogy mi magyarok büszkék lehessünk azokra, akik mondjuk 56-ban disszidáltak és alkottak a világban, ahhoz ismernünk kell őket. Kepenyes Pál személyében az egyetemes képzőművészet kiemelkedő tagja távozott, aki a magyar népi és klasszikus szobrászati hagyományt, a 20. századi francia, magyar és mexikói szürrealista látásmód alapján egyetemes rangra tudta emelni, hangzott el a kiállítás megnyitóján. A szobrászat Picasso-járól Halász János országgyűlési képviselő osztott meg néhány gondolatot. Kepenyes a szobraival és az absztrakt és kinetikus jellemvonások mellett egy teljesen új látásmódot is hozott, mondhatni egy új művészi stílust is alkotott, és ennek a legfőbb jellemzője, hogy alkotásai megfoghatók és alakíthatók, bátorítok is mindenkit erre. Ezzel egy kicsit szobrásszá is varázsol bennünket, hogyha forgatjuk, ami foroghat, egy mozgatjuk benne, ami mozoghat. Picit a sajátunknak érezzük, nem csak csodáljuk, hanem ezeket valóban meg is lehet érinteni, picit lehet használni is ezeket a szobrokat. Kepenyes Pál ugyan távol szakadt szülőföldjétől, de sohasem szűnt meg ízig-vérig magyarnak lenni. Művészete egyetemessé vált, egyedi stílusával, látásmódjával kiérdemelte a hazai és nemzetközi elismertségét. A kiállítás április 10-éig várja a vendégeket.